3, 2, 1. Sziasztok! Egy szokatlan videóval jelentkezünk a csatornán, azért szokatlan, mert ez egy ilyen unboxing első benyomása reakciószerűséges videó lesz, és ilyen még nem volt a csatornán, illetve nem is nagyon tervezünk ilyen videót, de most a napokban jelent meg a bűbájok és bájitalok kiegészítője a Harry Potter Roxforti csatatársasnak, amit nagyon szeretünk. Ugye ennek már van a Szörnyek szörnyű könyve, ami vegyes érzelmekkel van itt a családban jelen. De most megjelent a bűbájok és bájitalok, amit nagyon vártunk. Úgy volt, hogy 2022 utolsó hónapjaiban fog megjelenni, de nem olvastunk róla semmit, hogy mi lesz. Igen, már mi magyarul, igen, ez a kult szó. De ugye ez most januárban jelent meg, és ezzel a videóval kapcsolatban azért is ilyen kis kiemelt szerepet szánnak neki, mert a maga a Roxforti csata, meg a Szörnyek szörnyű könyve végigjátszás is megy a csatornán, azzal még küzdünk, az alapot már végigjátszottuk, de a lényeg az, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok értékes kommentet kaptunk. Többek között egy ilyen értékes kommentben, egy ilyen értékes hozzászólásban jutott el hozzánk az info, hogy ma jelent meg, és hogy rendeljétek meg esetleg, és akkor rögtön le is csaptunk rá aznap este. Szóval nagyon sok jó hozzászólást kapunk ezzel, és ezért úgy gondoltam, hogy biztos benneteket is érdekel, hogy mi van a dobozban, aki még nem nézett utána, illetve az, hogy nekünk mi a véleményünk, meg mi az első benyomásunk. Ennek érdekében egyikünk sem tájékozódott semmit arról, hogy mi van a dobozban. Egyetlen egy dolgot tudunk, hogy ki van benne? Ginny Weasley. Igen, Ginny Weasley van benne. Hát én még ezt sem tudtam. Igen, meg annyi, hogy öten lehet most már játszani, hát, igaz? Igen, ennyi. Most már öt alap. Ki fogjuk használni, igen. Öt teljesen. Na mindegy, szóval igen, ennyit tudunk. Nem tudunk az egészről semmit, pont azért, hogy jók legyenek ezek a kis reakciók, amik jönnek részünkről, teljesen őszinték lesznek. Úgyhogy meg meglátjuk. Jó, akkor ha nincs semmi, akkor arra kérem Olivert, hogy pakolja fel a dobozt. Jó, hozom. Annyira unboxing, közben én, igen, annyira unboxing az egész, hogy ugye nyilván még magából a dobozból sem szedtük ki, amiben kiszállították. Úgyhogy megpróbálom óvatosan, nehogy véletlen elvágjam azt, amit nem szabadna. És azt mondd már el, Ácska, hogy itt az rendelés első fázisában milyen promó volt mellé, vagy milyen lehetőség volt, hogy... Promókártyákat nem tudom, hogy most fog kiderülni, hogy mi az. Igen, hát te választottad ki, tudod. Na jó, nem tudjuk, na figyelj. Oké, és akkor innen találcsak, átadom a terepet neked. Mi lesz benne? Wow, igen, ezt így el is repült. Az mi? Nem tudom. Na. Az micsoda? Nincs gyakorlatunk, ez az alja szerint. Nem mondod. Hát ez a teteje. Na jó, mindegy. Ez mindennek a teteje, tudod. Nincs gyakorlatunk az unboxing videókban. Megfogtam. Na, ugye mondom. Hoppá, az volt az alja. Minden ilyen koszt, lög le a földön, előre aztán majd számla. Számla, tökéletes, jaj, de jó. Kosz. Megint koszt. Söpörjétek le a koszt, légy szíves először. Na, jó. És akkor mi a promó? Promókártyák. Na, nézzük. Várjál egy pillanat, jó? Itt megnézem, mi van benne, mert már most fogtad magad és föntet toltad, de ez így jó, ez így középen van. A pillanat, akkor innen vágunk újra, jó. Tehát akkor kaptunk egy... Dobáld el! Amúgy ez van a videóban, azt semmi nem látszik. Kaptunk egy szövetséget. Óriásiak vagyunk. Colin Creevy. Igen, jó. Ha jól olvassuk. Igen, jól. Igen. Hagyd benne a körben. Másik szövetségest is kiátszol, kapsz két hát, token, kis érmecskét, ha nem, az életed kettővel növekszik. Jó. Hármas érték egyébként a vásárlása. Ez jó, igen. És az első bűbáj dobozba már úgy néz ki, hogy bele fog kerülni. Szintén első bűbáj doboz, Dumbledore serege érme. Uh-huh. Minden hős húzzon egy kártyát, minden hősnek, akinek van a kezében szövetséges, kettővel növekszik az élete. Ez jó, ötös, ezt jó sokért tudjuk csak nagyon megszerezni. És a második bűbáj dobozhoz való bájital, ellenszer közönséges mérgek ellen. Uh-huh. Válasz egyet, minden hős élete egyen növekszik, vagy számüzd ezt a kártyát, hogy minden hős számüzhesse egy-egy kézben tartott kártyáját. Ez jó, mert hogyha a büntető feladatok benne lesznek, ha... Mondja, Doli. Ez mibe kerül? Nem tudjuk, mert én csak ez a bájital, ugye? Meg bájital. Ez, hát nem az a lényeg, hogy ez a kiegészítő lesz, a bűbájok és bájitalok, és akkor valószínűleg ez a... főznünk. Bájítod, majd meglátjuk. Hiszem, fogalmam sincs, de tényleg nem tudom. Sincs, nem. Jó, oké, és ezek jó, akkor vannak ők. Ezt egyelőre félrakom ide mellém, és akkor nézzük ezt. Aha. Igen, ezt valahogy... Ez most benne van, ez egész ilyen... Aha, jó. Akartam, mi nem nagyon... tudtuk a fóliát megtartani. Valaki megtartja a fóliát? Hát valaki... Nézd már is. Ja, mert hogy van. Olyan, mint a halálfalok felemelkedése. Igen, a halálfalok felemelkedése. Úgy, rácsodálkozik olyanok, de tényleg, komolyan mondom, ha
Tartsatok velünk az unboxing videóban. Hú, karton, jújúj. Tudok ilyet csinálni. Pörgetem a kezemen. Na jó, de ez mi? Oké, semmi. Hát olyan, mint a halálfaluk. Olyan, mint a halálfaluk. De azt megtartjuk, mert hát azt megtartjuk. Ezt... Már nem tudom. Megszoktuk, a másik már is megtartottuk. Ennyi tudtam róla, hogy ilyen bordós barnás. Akkor nyilván nézd már, azért milyen jól néz ki, láttátok a tetejét? Hogy ilyen különböző cuccok hát most már tudjuk onnan abból a bájitalból, hogy ezek lehetnek valószínűleg a bájitaloknak a kis jelölései. Oké, szuper. Félrakom a dokumentét egyelőre. Nyilván kapunk egy új... Itt van a kamera, kis... még egyszer. Ez a központ. Ahogy meg is beszéltük. Nagyon jó. Ja. Oké, kaptunk egy új táblát, játékos táblát. Az ötödiknek, hogyha beállna, igaz? Igen. Szuper. Jó, ezt ide félrakom egyelőre. Na nézzük, mi ez? Nézzétek már. Jó. Ez micsoda? Ja, hát a játékszabály. Hát nézzük már meg, mi van benne. Nem kell nagyon elolvasni, csak nézzük már bele, hogy mi újság van benne. Van 10 bűbáj tábla, és mindenki választani kell magának egyet-egyet, és helyezzétek a játékos táblák alá. Aha, tehát így alá fog kerülni egy bűbáj tábla. Ezek lesznek szerintem itt. Vannak a bűbáj dobozok. Most csak így, körülbelül itt tartsuk, körülbelül ez lesz a jó, tudod, ez van a középen. Oké. Aha, bűbáj igen. Bűbáj tábla, játékos tábla, egészségügyi. Vannak befejezés. Új helyszínek, tehát benne aha, vannak meg helyszínek. Meg fogjuk nézni őket. Igen, rendben. Sötét varázslatkártyák, az összes sötét varázslat. És azt mondja, hogy az alapdoboz összes sötét varázslatai közé, tehát az azt jelenti, hogy akkor a szörnyek szörnyű könnyűjét egyelőre még nem. Ó, de jó lenne. Használjuk föl ennek az alapjátékához. Az alapjátéknak, aha. Ugyanúgy vannak találkozás kártyák, tudjátok, mint a szörnyek szörnyű könyvében. És vannak gonoszok? És van gonosz, igen. Ugye vannak Rocksport kártyák. Szuper. Meg akkor megkapjuk a Ginit és az ő patronus kártyáját. Aha. Egyébként rengeteg kommentet meg hozzászólást kaptunk a játékmenettel kapcsolatban is, amit nagyon köszönünk. És egyébként, ha hiszitek, ha nem, hogy mindet ki is jegyzeteltük, azokat, amiket esetleg mi fel tudnánk használni, úgyhogy ezek nagyon értékesek számunkra. A következő játéknál már biztos, hogy be fogunk hozni valamit azokból a kommentekből, meg javaslatokból. Oké, van egy játékmenet. Aha, amikor a Rocksword kártyákat használjuk, és végrehajtunk akciókat, akkor azt írja, hogy használd az új bűbáj képességedet. Hát ezt majd szerintem föl kell dolgoznunk, hogy melyik persze. Mit jelent. Jó, oké. Azt majd megnézzük. Ez lehet olyan, mint a jártasság, nem? Nem valami, tudom. De majd lehet. Ez olyan, mintha nem is tudom. Ezt hova kell? Ez alá kell? Nézzétek már, a bűbáj hatása az egészségszintettől függ. Általában minél alacsonyabb az egészségszinted, annál erőteljesebb a bűbáj hatása. A körben egyszer lehet érvényesíteni. Jó, ott látszik is, hogy vannak megjelölve. Mettől meddig. Igen. Milyen sávban vagy benne. És akkor el kell döntened, hogy melyik lépésnél fogod ezt érvényesíteni. Jó, tehát tulajdonképpen én úgy látom, hogy az első bűbáj doboznál ugye ennyi lesz, hogy ezeket a bűbáj képességeket is. Jó, ezt majd felolvassuk. Fel fogjuk olvasni, majd feldolgozzuk. Bocsát, nem olvassuk fel. Igen. Játszani. Jó, rendítsek. Ez a többi játéka. Két személyes, ugye. És lapozom egyet, akkor itt van megint a bűbáj dobozoknak is. Igen, majd ide tudjuk. És itt van a halálfaluk felemelkedés, az is megvan nekünk. Majd azt is bemutatjuk egyszer. Igen. Megszavaztatjuk. Jó, oké. Akkor ez a szabály a röviden. Rendben. Nyilván kapunk új életkel jelölőt, meg is tokeneket gondolom, hogy szuper. Ez új. Tök jó. Ezt is kártyáknak megfelelő mennyiség. Na és akkor ez lesz a... Mi van benne? Igen. Még semmi, de ez a bűbáj? Ezek a bűbájok. Jó. Ezt is félredobom. Hát ezeket nem fogjuk most felolvasgatni, nem? Eternifix, ragasztó bűbáj. Aha. Ezt olvassuk fel, mondjuk egyen példát. Nézd meg, hát mindegyik másik. Hát azért 10 darab különböző bűbáj. Nem tudtam. Azért mondom, hogy olyan, mint a jártasság. Nem, figyelj, ennyire nem vagyunk képbe. Én azt gondoltam, hogy majd, hogy mint ez is, hogy itt ez egy bájital, aha, de nem bűbáj. Ez bájital, igen. Azt hittem, ez is valami kártyákban lesz, és azokat lehet szerezni, és akkor azok által tudod ezt kiátszani, de nem, hanem ez nem, így külön van. Nem, csak ez úgy van, ezt jó. Mutatja aha. Is itt, hogy amikor, tehát itt van a játékos táblád, látom. És akkor látod, ide és fölé helyezed, aha. Amit kiválaszt, és azért mondom, hogy szerintem ide gyakorlatilag, nézd csak így. Aha. Már csak ezt hadd csinálj, mert és vajon mikor kell majd kiátszani? Hát azt írja, hogy körödben egyszer tudod kijátszani, és azért kell átgondolni, hogy attól függ, majd ezt földolgozzuk, hogy melyiknek mi a képessége. De azért mondom, hogy szerintem ez olyan lehet, mint a jártas, hogy ott is kiválasztasz egyet, ami ugye nyilván abban az adott játékban rád. Szerintem együtt egyet olvassuk fel. Felolvashatunk. Aha, simán. Akkor... Mindegyiknek más a hatása. Na nézzük.
Eternifix ragasztó bűbáj a 10 és 8 HP között. Uh-huh. A köröd végén megtartod az összes tokenedet. És akkor átviheted egy a következő körödre. Ez csak nyilván, van. Hogyha... És ha elájulsz a körödben, ne dobd el a megőrzött jelölőidet. De jó. Nagyon jó. Nagyon jó. A köröd végén. A köröd, ez a 7-től 4 HP-ig. A köröd végén megtarthatod az összes villámod és a tokened. Uh-huh. Az jó, hogyha nem akarjuk akkor lehasználni. Uh-huh. A köröd végén egy másik hősnek adhatod ki. Adhatod a ki nem osztott villámaidat és a tokenjeidet. Átadhatom. Mit tudom neked, ez mondjuk jó, van ez olyan... Jó. Ez nagyon jó. Nagyon jó. Jó, az nincs benne a kamerában, de nem baj, Oliver, viszont itt azért felolvasom ezeket, hogy van olyan, hogy felejtésátok, hoppanálás, Proteus bűbáj, gyógyító bűbáj, vidító varázs, begyűjtő bűbáj, lebegés bűbáj, védő bűbáj, és álcázott tágító bűbáj. Oké. Okay. Hát ez... Akkor ezeket majd felol, majd feldolgozzuk. Igen, szuper, és igazából én nem is tudom, hogy kibontsuk a dobozok. Ez az már... a rendező, azt az előzőnél is. Tehát, igen. Hogyha be akarod rendezni. És ennyi az egész. Jó, nehéz. Nézd már meg, Oliver, a doboznak a súlyát. Csak úgy érdekességként. Az nincs benne semmi. A dobozba. Elvileg a szörnyek szörnyű könyve kiegészítő. Figyelj, nézzünk bele. A rendezőkkel ez belefér. Figyelj csak, én szerintem nézzünk bele. Én azt mondom, hogy nézzünk bele. Akkor, de csak akkor az első. Csak az egyes dobozba. Hát, hogy nekünk meglepetés legyen, hogy mert utána mi lesz a követ. Most is meglepetés, és mert az mindig új volt, így. Hogy anyag földolgozza ezeket. Azt tudom, de most bele tudunk kukkantani. Én meg azt mondom, hogy kukkantsunk bele. Most megnézzük a tartalmát, és akkor be tudjuk mutatni mindenkinek. Hogy... Jó. Akkor, ahogy ott már a szabályba néztük az első bűbáj dobozban, ugye vannak új sötét varázslat kártyák. Figyelj csak, az sem rossz egyébként, ezt félreteszem, és egyszerűen de lepakolod egymás mellé őket. Mit szólsz hozzá? Bocsánat, és akkor meg tudjuk nézni, hogy milyenek vannak. Ezek már mások, mert ezek már találkozás. Tehát ezek a sötét varázslatkártyák. Látszik, ez ugyanaz, tehát, és nézzétek csak, Rivallók, Weasley a mi emberünk, DS találkozók elcsípte. Jó, és az találkozón. Az aktív hős és szomszédai mind válasszanak egyet-egyet, hárommal csökken az életük, vagy dobják el az összes kézben tartott tárgyukat. Atyaég. A másik, Weasley a mi emberünk, az aktív hős és a szomszédai dobjanak el egy-egy kártyát, helyezzetek egy helyszín előtt a helyszínre. Ez nagyon kemény. Oké, DS találkozón elcsípve, az aktív hős és szomszédai fordítsák meg a húzói papírjuk felső kártyáját, a szövetséges megfordító játékosok dobják el azt, az életük pedig kettővel csökken. Szóval, de a mi esetünkben ez azt jelenti, hogy mindenki. Igen, mert nálunk szomszéd mindenki három játékosnál. Találkozók. Ugye, találkozások. És akkor itt látszik ugye a találkozás kártyáknál, hogy abba az adott... Tedd le nyugodtan itt ezt ugye ezt ugye sorba kell majd rendezni. Persze. Hogy melyek azok a gonoszok. Hát itt nem tudom, hogy itt lények is benne lesznek. Ez majd... Mert majd, ugye a szörnyek... Majd elolvassuk. Bocsak, itt még mindig a kosz még mindig fölülről, ami a dobozból jött. Na mindegy, de hogy melyik gonoszokat kell mindenféleképpen ugye ezekbe a fordulókba szerepelni. Oké. Első helyszín. Lopakodás a folyosókon. Találkozás. Ha az aktív hősnek legalább három tárgy van a kezében, helyezzetek egy helyszín előtt a helyszínre. Játsz ki egy körön belül 4 tárgyat. Oké. Következő. Azt mondja, hogy a minisztérium beavatkozik. Találkozás, jó. Itt is meg van határozva, hogy kik kerülnek bele. Az aktív hős dobja el a begyűjtött villámait és tokenjeit, pénzeit, oké? Ha bármennyit eldob, az élete kettővel csökken. Tehát nem érdemes tartalékolni majd. Szerez egy körön belül 8 tokent. Hát az nehéz lesz. Akkor ide kell Hermione. Kell. Dolores fogságában a harmadik. Ha az aktív hősnek legalább egy 4-es vagy annál nagyobb értékű kártyája van a kezében, helyezzetek egy helyszínre előtt a helyszínre. Játsz ki egy körön belül 3, legalább 4-es értékű kártyát. Mondjuk lehet, hogyha csak itt lehet, hogy majd érdemes lesz az alappaklit száműzni, amit mi soha nem szoktunk egyébként csinálni. Igen, tehát, hogy valaki azt száműz egyébként. Igen, hogy mit tudom, minél több értékes kártya legyen a kezedben, és ne higuljon azokkal. Jó, jutalmakat lehet, felolvassuk, vagy nem kell? Hát nem jutalmakat tudom, nem. Oké, rendben. Mi van még, akkor ami fontos? Most sem biztos, hogy meg tudjuk csinálni, szóval. Jó, akkor a tanácsadásokat szedjük össze. Ez mi? Oké. Majd ezeket visszatesszük. Persze, szépen összetesszük. Ebbe beleadottam, jó?
Addig. Okay. Vannak a gonoszt, mindjárt gyorsan nézem itt. Mm. Igen, csak három új gonoszt kapunk. Aha. Fú, de szépek. Na, kik lesznek azok? Oké, okay. Marcus Flint, Tansy Perkinson, Cornelius Oswald Caramel. Aha, ők lesznek azok. Uh-huh. Na nézzük Caramelt. Minden alkalommal, amikor Morse modre, vagy új gonosz kerül felfedésre, minden hős száműzze húzópakja a felső kártyáját. Jó. Nem ha annyira, nem tűnik. Nézzük Pansyt, hogyha az aktív hős élete legalább hárommal csökken, dobjon el egy tárgyat. Hmm, egy kártyát. Kártyát, bocs. Jó, Marcus Flint, az aktív hős dobjon el egy tárgyat, ha nem tud, az élete kettővel csökken. Azért az elég zura. Az elég durva. Mindig el kell dobni egy tárgyat. Hát igen, igen, de nekem egyébként kemény. Így... De az a... nekem az nem a... tűnik ez vészesnek. De egyenlőre. Nekem az a nagy kérdés, hogy el kell, vagy választok, hogy eldobjam, vagy ne. Szerintem tegyük el kell, ha van. Nézzük meg a nem. helyszíneket is. Ja, ha nem tud. Igen, igen. Okay. Én is úgy értelmezem, ahogy te. Mi? Ezt jól látom. Helyszín. Az első helyszín egy fekete tó. Fekete tó. Gonosz irányítás. Itt is 5 jelölő van. Nem túl jó. Oké. Okay. Következő a gyengélkedő, ott már 6. De kettőt kell fölfordítani. Igen, a Roxforti könyvtárnál 3, és ott viszont már 7. Jó, oké. Okay. Helyszínjelölő van. Oké, okay, és akkor ezeket összedobjuk gyorsan, akkor itt jön be. Hát nyilván valószínűleg ez is egyre nehezebb lesz, ahogy a bűbájdobozokba haladunk előre. Nekem megmondom őszintén, ez az első bűbájdoboz, ez még egyelőre nem elkeserítő. Tehát jó. Amilyen élményeink nem. vannak a Szörnyek szörnyű könyvével, bár mondjuk ha azt mondanánk, lehet, hogy az sem tűnne elkeserítőnek. Nekem annak tűnt. Igen. Ginny Weasley. Na, milyen képessége van? Ha legalább 2 gonosznak osztasz ki villámot, és vagy tokent, minden hős kap egy tokent. Legalább 2 gonosznak. Uh-huh. Hát akkor meg kell osztanod a támadásaidat. Nem tudom. Uh-huh. Hát nem. Se patronus, egy ló. Ha körödben egyszerre eldobhatsz egy villámot, ha megteszed, minden hős húzzon egy kártyát. Ez nem rossz szerintem. Az, nem a rossz. Az egy villámért 3 kártya. De csak a patronusával lehet behozni. Uh-huh. Hát jó, de most az őt elején, azzal. Tudjátok, igen. Úgy van, hogy elvileg ugye a patronusa van, de ha választhatunk a patronus az alapját, vagy lehet, hogy csak annak a szabályai szerint választhatunk a patronus helyett jártasságot. Na, majd megnézzük itt, hogy választhatunk. Van egy halom Roxford. Ez Ginny Weasley-nek ugye az alapkártyája. Ja, Ginny Weasley, azt nézzük már meg. Azt tehát, hogy őnek milyen, nyilván vannak az alohomórái. Jó volt azokat tömbösítve, de a többit úgy mellé rakhatod, úgy egymás mellé, hogy látsz, hogy nem. Ú, de játszanék azért már vele, ti nem? Uh-huh. Persze. Na nézzük, mi van. Jaj, de cuki! Van egy Arnold nevű szövetséges. Nem tudom. Válasz egyet, kapsz egy villámot, vagy kettővel növekszik az életed. Rémdenevér rontás varázslat. Válasz egyet, kapsz egy villámot, vagy minden hős élete egyen növekszik. Ez most nekem fura. Nimbus 2000. Mert mindenkinek 2 tárgya szokott lenni, és neki egy tárgya van, és egy plusz varázslatja. Uh-huh. Az biztos, hogy ez mind alomóra ott? Igen, ott. Igen, jó. Igen, de azért megjelentem. Tárgy, Nimbus 2000, kapsz egy villámot, ha legyőzöl egy gonoszt ebben a körben, kapsz egy tokent. Uh-huh. Olyan, mint mindenki. Jó, ennyi. Akkor ezek vannak ez neki. Ez ilyen, nem jó, tudom, ezt össze is kaphatjuk. Ilyen kis pabacs. Jó, és akkor itt vannak az Roxford kártyák. Na, nem az, fogjuk az azt... lehet egyébként kérdéses, hogy nézzük meg, mert vannak szövetségesek. Ne csináld. Ez szerintem most nem kell így. Aha, micsoda? Mi? Rengeteg szövetséges van. Nézzetek már meg, ez mind szövetséges, ez mi mind tárgy, ez én engem varázslat. Az érdekel, hogy ha itt még akkor ezek szerint az, egy, az a bájital, az nem egy általános kártya. Csak kérdés, hogy... Ja, nézzük meg, na, hogy... Mi? Ja, csak a második bűbáj dobozba kerül bele. Tehát akkor itt most az elsőnél a szabályaiba azért nem találtunk erre a kis virágra, levélkére semmit, mert majd valószínűleg ott jöhetnek be ilyen. Ó, van egy csomó új szövetségesünk. Jó. Mi? De csak a nevüket olvasom, mert van belőle sok. Oké, Dean Thomas van benne, Harry Potter. Gyöngybagoly. Az mekkora? Erről. Gondolom, őt ki kell venni igen. Akkor, hogyha őt alkalmazzuk. Nem meg. Ő volt a Hermione-t is. Kancsi bagoly, aki neki ment a balizéknek. Szerintem, amikor ugyanúgy Lunánál, tudjátok, hogyha őket bevesztük a játékba. Értem. Igen, hogyha őket választok, akkor nem. Oké. Okay. Rendnétsek. Ron. Uh-huh. Kuvik, de cuki. Jó, oké. Okay. Új szövetségesek. Uh-huh. Nem tudom, hogy benne van-e minden a kamerában, hát ami benne van. Ron Weasley, Kuvik, jó, oké, megvan. Tárgyaink is vannak újak. Uh-huh. Önjavító tinta. Viszont ezt elolvastam, ez választó, nagyon jó. Választó penna, önjavító tinta. Önjavító tinta. Kettő villámot. Jó szövetségesek vannak. Gondold el, hogyha meg tudod duplázni, majd tudod.
Jó. Ez mekkora lenne? Jó. Mégis hat, nem is olyan. Ez jöhet, szedjük össze. Oké. Okay. És akkor ott mi van? Varázslatok vannak? Varázslatok. Arresto. Itt lácska, jó? Kérlek. Momentum. Jó. Hát, Ascendio. Uh-huh. Jól mondhatom? Uh-huh. Kicsit bizonytalan vagyok. Lokomotor. Uh-huh. Motor. Suvickusz. Jó, oké. Okay, Suvickuljunk meg valamit. És ez mind ugyanaz. Az életed egyen növekszik, és száműzős. Ez is. Ez meg távolítsd egy helyszérelőt az Arresto Momentum. És száműzős. Ez nagyon fontos. És ez tök jó. Nézzétek, ez a száműzős. Ha eldobod ezt a kártyát, száműzd a felső sötét varázslat eseményt. Mondjuk, az vagy jó, vagy nem. Lehet. Jó, de ez nagyon jó. Ez hármat is ad, nézve, távolítsa egy helyszínelőt. Száműzd a dobópakliban lévő egyik kártyát. Ha eldobod ezt a kártyát, száműzd a felsőt. Jó, háromat tud. Aha, értem. Igen, jó. Nem egyszerre. Nem egyszerre. Igen. Jó, oké, oké. Rendben, ez jó. Is jó, ez a kártyahúzós. Uh-huh. Azokat szeretjük. Uh-huh. Te és a szomszédait húzatok egy-egy kártyát. Jó, jöhet. Figyeljetek már, átrakhatsz a dobópaklidból egy kártyát az általad választott hős kézben tartott kártyái közé. Na, és akkor majd az a kérdés, hogy egyébként utána viszont, hogyha ő azt kijátsza, akkor nála marad? Vissza. Nála marad. Szerintem nála marad. Nála marad. Átjátszol egy kártyát a másikhoz. Hú, ez durva. Igen. Aha, szerintem igen. Ez is tök jó. Nagyon jó. Érdekes. Mert ugye mit tudom én, van olyan találkozás, hogy sok tárgyat kell kijátszani. Akkor ez is segíthet, és ez is csak háromba kerül. Jó. Ezek ez elég jók szerintem, nem? Oké, dobjuk be. Még ez csak kettőben, Suvickusz. Igen. Jó, ez meg volt. Ez az egyes. Akkor ezt én visszapakolom az egyesbe, ez pedig külön van. És te ki akarod most bontani a kettest, hármas, négyes? Nem beszéltük meg. Innen látszik, tehát elárultuk. Én igen. Én magam azt, hogy bontsuk ki, mert innen tudjátok meg azt, hogy mi van, mit rejtenek a dobozok. És nekünk majd meglepetés lesz akkor, hogy mire lesz, mire odaérünk. Már elfelejtjük, mert... Bontsuk. Mondjuk azt sem tudom... Na, mi van benne? Jó, de bontsuk már! Azt sem tudom, hát nyilván a... Nincs benne más, nem hagytam benne. Igen, ez micsoda? Várj először ja, jó, igen. A játékszabály. Aha, nézzétek, csak itt már egy bájital szekrény. Ez lesz a bájital szekrény. Bájital tábla részletei. Aha. Na jó, de ezt azért nem olvassuk el, hogy mit lehet. Jó, van egy ilyen. Nem olvassuk akkor el ehhez résztesen. Ehhez jön biztos. Aha, látom. De nem nyomkodjuk ki. Ezt jó, most mondom neked. Biztos ki kell majd. Oké, most mondod. Rendben. Jó, akkor nem nyomkodjuk ki. Ne. Igen. ASMR videót akartam, csak kinyomkodjuk, de mindegy. Nem, ezt így szépen is sütogunk a mikrofonba. Itt vannak ugyanazok az ikonok, Oliver, ami a dobozon volt, tök jó. Úgy néz ki, hogy ezt majd szépen be kell rendezni, különböző, gondolom véletlenszerűen húzzunk ide ilyen kis jelölőket, és lesz valamilyen jelentőség. Ez nagyon menő, nagyon tetszik, hogy így teljesen új. Remélem, hogy a játszhatósága jobb lesz egyébként, mert nekem a szörnyekönyv az brutál. Jó, de abban még van a hármas dobozt. Figyelj csak, akkor viszont ezt majd feldolgozzuk, meg tegyük félre, sőt, bele is teheted majd akár vissza a dobozba, és akkor nézzük már meg a helyszínt, meg a gonoszokat, csak annyit, jó? Uh-huh. Ezt pakold vissza, légy szíves. És addig ezt félrakom. Rita Vitról. Csak azt, várjál, hagyd nézzem, hogy van-e A, és van egy A, meg egy B oldala is, csak úgy mondom. Már, hogy jaj, de nyilván jó. Valami én kitenném ide a helyszíneket, meg a gonoszokat, jó? Aha. És akkor meglátjuk. Az mi? Rufus. Ezek kik? Pius. Ezek ott voltak, Oliver. Nekem nem itt eszembe, így hirtelen. A filmből? Uh-huh. Nekem igen. Nézzük csak, azt mondja, hogy miket tudnak Rita Vitról. Az aktív hős élete kettővel csökken, a szomszédai pedig egyel csökken. Ez jó durva. Nézzük Rufuszt. A aktív hősnek az a kézben tartott páratlan értékük kártyái mindegyike után egyel csökken a választott játékos szíve. Ha az aktív hősnek, nézzük Piuszt, ha az aktív hősnek van megőrzött tokenje, pénze, dobja el és fordítson meg még egy sötét varázslat eseményt. Jó, hát nem fogunk törekedni, arra, hogy legyen. Nézzük a helyszíneket. Az előbb nem is néztük. Egyébként az előbb két olyan, az első bűbáj dobozban két olyan gonoszunk volt, akinek pénzzel lehetett az életét csökkenteni, ugye, és itt meg nyilván villámokkal. Meg na nézzük. Mágaügyi minisztérium előcsarnoka, az első helyszínünk, öttel, a minisztérium tárgyalóterme a második, már hat. És a minisztérium liftje, igen, az viszont már 7. Ó,
Hát igen, ugyanaz, mint az szuper. Előző. Itt a minisztérium körül van a hangsúly. Igen, abszolút, teljesen igazod van, Oliver, valóban. Jó, amíg ezt ide belehelyezed, addig én meg előveszem ezt. Sötét varázslatok. Na nézzük, milyen sötét varázslataink vannak. Jó, kimondhatatlan, oké. Okay. A függönyön túl, ördögfurok. De spurlicer penna. Oké, mint hallhattátok. Jó? Jó, és így vannak. Aha. Van a találkozásom. Na nézzük. Azt mondja, sötét varázslat, akkor Pulitzer penna az aktív hősnek és szomszédainak egyel csökken az élete. Így már könnyű volt. Igen, így már könnyű. A függönyön túl. Aktív hősnek és szomszédainak hárommal csökken az élete, minden hős után, aki emiatt elájul, helyezetek egy-egy további helyszínt. Úristen. Aktív hős nem gyűjthet bűbáj összetevőt, jelentsen bármit, és még nem tudjuk. Helyezzetek egy helyszín előtt, nekem ezek nem tetszenek. Helyezzetek egy helyszín, proféciák terme. Aktív fős dobja el a kártyáját, egy kártyáját, és nem használhatja a bűbáj képességét. Helyezzetek egy helyszín előtt. Jó, brutál. Na nézzük a találkozásokat. Az első. Vizengámot előtt, amikor egy hős legalább kettő villámot oszt ki egy gonosznak, a szomszédainak, az élete kettővel csökken. Ez nagyon durva. Ez rengeteg életcsökkentést jelent. Ez nagyon durva. Az egész, amit itt most mágiügyi miniszterek. Roxford kártyák megszerzése egyel több pénzbe kerül. De várjál, mit kell csinálni? Számüsz két bájitalt egy körön belül, ezt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy szerez meg három kártyát egy körön belül. Az is rengeteg pénz. De főleg ezzel. Micsoda, szerez meg három kártyát egy körön belül. Ez hogy? Ráadásul úgy, hogy a Roxford kártyák megszerzése egyel több. Ez kegyetlen. Ez tokenbe kerül. Ez kegyetlen. Akkor tartalékul, amikor ezt játszok, akkor tartalékulnak a kis gagyikat. Tényleg, tartalékolni kell. Ott, onnan nem kell megvenni. Aha. Ezek a rácsodálkozások. Amiket hoztunk a varázslatokat. Igen. Ott van kettes a... Igen. Azokat nem kell megvenni. Hát, ha feljön az ilyen Roxford pakliból, tudod. Nézzük, a mágia hatalom. Ha az aktív hősnek legalább 4 varázslat van a kezében, távolítsatok el minden gonoszról egy-egy villámot. Az pedig nagyon sűrűn följöhet. Játsz ki 3 párat a mértékkártyát. Azt mondjuk, még azt mondom, hogy... Oké, pakolhatjuk, rendítsak. Ez nagyon durva. Vagy csak hirtelen annak tűnik ez a 3 kártya megszerzések. Nem biztos... De közben jó. Még... És akkor én pedig gyorsan kipakolom. De nem fogjuk felolvasni, de itt vannak a szövetségesek. Csak úgy kirakunk Arabella ide. Arabella fig. Én nekem ezek a bagyok, ezek nagyon bejönnek. Percy Weasley iskolabagyokból 2 van, azt azért csináltam. Varázslatokat. És nézzétek csak, itt jönnek be a bájitalok, ide jön a promókártya majd. Itt jönnek a bájitalok. Nem olvassuk föl. Aha, ugyanúgy be, a Roxford. Várj, azt el kell olvasni. Csak én egyet. Csak kérlek, kipakolok. Egyet felolvashattok. Evapores, az a varázslat. Uh-huh. Ja, az. Ez amortentia, amortentia, amortentia. Nézz ezt rám ne néz. Igen. Vagy mit ez, tud? Vagy az. Választ egyet. Egy általad választott hős élete 2-vel növekszik, vagy száműzd ezt a kártyát, hogy 2 általad választott hős kapjon 2-2 pénztokent, és 2-vel növekedjen az életük. Akkor én azt nézem, hogy ez száműzős, tehát ezek szerint, ugye a találkozásnál az volt, hogy legalább 2 bájitalt kell száműzni. Igen. Ezek a bájitalok olyan kártyák lehetnek, aminél mindegyiknél opció magának a kártyának a száműzése. Nyilván ezt is majd úgy kell időzíteni, hogy azért ki tudjuk használni. Bár látom, hogy a száműzésnél is ad jutalmat. Uh-huh. Tehát, hogyha száműzöd, akkor is van egy... Jó, érdekes jó. lesz. Oké, pakolhatjuk jó. is egyébként. Képessége. Szövetségeseket nem olvassuk föl, 4-et hoz be, varázslatból is. Jó, nekem, érdekes lesz. Nem, nekem eddig nagyon bejön. Jobban tetszik, mint a szörnyek könyve eddig. Azért nem tudom megmondani. Jó, ezt belerakhatom egyébként. De jobban tetszik. Ezt elrakhatod, az 3. Valószínűleg előveszem. Azért, tehát azt nem tudom megmondani, hogyha a szörnyek szörnyű könyvét is ugyanígy dolgoztuk volna föl, hogy nem játszás után, már mit tudom, az első játék után, hanem csak így kibontogattuk volna és olvasgattuk volna, akkor lehet, hogy az is jobban... tetszett volna, de mivel már vannak vele negatív élményeink, így nem tudok elfogulatlan. Belejátszom. 3-as doboz. Jó, nem tudok elfogulatlan lenni, úgyhogy ez sokkal jobban tetszik. Függetlenül, hogy ezt is muszáj lesz valahogy végigjátszanunk így. Okay. Na, tehát ugyanúgy van ez a kis bájital, hogy hívta a játék? Nem tudom, fogalmam sincs. Bájital szekrény, nem? Szekrény, de ügyes vagyok. Figyelj csak, abban nem volt sötét varázslat? Nem. Volt. Jó, hogy volt. De ide ki is tetted a találkozásoknál a sötét varázslatokat. Az egyik az volt, amikor a második rész, vagy az első részben leestek a
ilyen lélegzőjából. Ilyen sötétvonásatok voltak, ezeket felolvastuk az előtt. Igen. Tesszük. Tényleg, aha, jó. Hú, jó sok van. Na, akkor ezt pakoljuk el, az nem kell. És akkor tegyük ide ki. Azt mondja, hogy sötét vonázslatok. Élő halál eszencia. De... Igen, és nézd meg, ezek már olyan sötét varázslatok. Sötét varázslat bájitalok. Ebből azért van ilyen sok. Mesztelen csigari a sztólibe. Mert ezek már sötét varázslat bájitalok. És ide mellé teszem a három. Ez pont jó, hogy ki is jött. Aha. Sötét varázslat bájital. Hűha, folyamatosak, majd... folyamatosak, nézd meg, minden hős élete egyen csak. És ez tényleg folyamatos. Fogalmunk sincs, hogy kell majd csinálni. Kijön, akkor lehet, hogy ezt ott kell tartani egészen addig, amíg ezekkel nem tudod győzni. Igen, tuti. Igen, tuti. Ez állat lesz. Ez király. Na nézzük a találkozást. Azt mondja, hogy a kedvesztett család első. Minden körben az első alkalommal, amikor helyszínjelölőt helyeztek a helyszínre, cseréljétek le az összes legmagasabb értékű megszerezhető kártyát. Igen, gondolom mondani a vásárlós pakliból, az aktív hős élete minden kártya után egyel csökken. Jó. Szerez még egy legalább 6 értékű kártyát. Szerez meg egy legalább 6 értékű kártyát. Nézzük, Lumsluk emlékei. Ha legalább 2 sötét varázslat bájital van képpel felfelé, helyezetek egy helyszín előtt a helyszínre. Nem már! Ez durva. Teljesítése? Dobj egy, akkor itt jön a kocka. Dobj egy szívet, egy tokent és egy villámot. Akkor kockákat is kell majd behoznunk. Majd ezt a szabályból is meglátjuk. De most először ennél úgy. Dumbledore kérése. Minden képpel felfelé lévő gonosz után az aktív hős élete egyel csökken, kivéve ha eldob egy kártyát. Húha. Minden felfelé lévő gonosz után. Értem. Aha. Az aktív hős élete egyel csökken. Hoz ki 6 villámot ennek a kártyának. Egy körön belül. Ennek a kártyának. És nem is nem a gonoszoknak, hanem ide osszák ki hatot. Itt is a tartalékolás kell nyerni. Szörnyűség. Oké, pakolás. Ezt pakoljuk el. Ez durva lesz. Ez már ja, és itt van a, nézd meg, itt van a hármasnak a kis kiegészítő szabálya. Tehát van hozzá. Gondolom, itt fogja írni majd a kockát, meg minden ilyesmit. Milyen kockát? Jó? Milyen kockát, amit dobni kell itt kockával. Mert itt már, itt dobj, kocka. Biztos leírja, hogy hozd be a kockát. Ja. Vagy nem tudom, hogy melyik kockát. Hát nem, hát a kockát ja, az akkor alapkocka? Is behoz, persze. Azt hittem, hogy a másik kocka, de akkor ezek az nem. Azért nem értettem itt. Ne bocs. Gonoszok. És a helyszínek. Melfoly, anyja. Jó. Akkor én segítek ezt elpakolni. Nagyon jó, mert kösz, ezt az előbb meg sem ezt olvasod, akkor kérlek. Ó, jó, gonoszok. Inferus. És nézzétek, gonosz lény. Tehát ezek szerint akkor a lényeknek is ugyanúgy szerepük van, tehát nem kell kivenni a lényeket. Okay. De ezt majd látjuk. Az aktív hős élete 2-vel csökken, ha legalább 2 villámot osztasz ki egy gonosznak, egyel csökken minden hős élete. Tehát eleve csökken 2-vel, az te életed, de hogyha még kiosztasz 2 villámot, akkor még csökkenti egyet. Tehát neked mondjuk 3-mal csökken. Elkeserítő. Minden alkalommal, amikor igen, narcisszem elfoly, minden alkalommal, amikor helyszínelő kerül a helyszínre, az aktív hős dobjon el egy kártyát. Csodálatos. Ez nagyon jó. Korben, minden alkalommal, amikor egy gonosz miatt az aktív hős élete csökken, az élete még egyet csökken. Köszönjük. És akkor de hát nézzétek, mondjuk ha ez a 2 egyszerre van kint, itt az aktív hős élete emiatt csökken, ezért még egyet csökken, és hogyha még kiosztunk, akkor még egyet csökken. Jó. Tehát ez egy nagyon csodálatos. Jó kis kombó. Az első helyszínünk a Malfoy kúria lesz 5-tel, aztán egy barlang 5-tel, és nem növekedik, 6-tal. És 6 a vége a torony tetején. Na jó, akkor kell látni. Ez nehéz lesz. Majd meglátjuk, mi lesz. Ez a harmadik bűvány. Jó, és akkor még ezt belejezem, addig itt meg tudjuk nézni, hogy itt milyen szövetségesek lesznek meg, és azokat is ki lehet pakolni. Igen, mert meg lehet tekinteni. Mert ha valaki akar, akkor megállítja tudod a videót. Jó, ne csak magadnak tartom. Mundungus Fletcher. Nem is kell a Olika felolvasni, szerintem minden. Ahogy szeretnéd. Amerikai uhu. Még egy amerikai. Uhu. Tehát szövetségeseket kapunk. Próbáljuk meg úgy rakolni, hogy párhuzamosan pakoljuk így az aljával, tudod így, és akkor így látszik, majd vágásnál is jobban tudom vágni. Varázslatokat, tárgyakat. Ez a buszon a fej. Aha, igen. Az nagyon jó volt. Kapunk tárgyakat. Bájital készlet is lesz. Aha. Három új szövetségest hoz be. Nézzétek, bájital összetevő. Aha. Tehát lesznek azok a kis, ami a bájital. És azokat nem pakoljuk ide, az a micsoda, Oliver, tegyük ide. Bájitalok. Már csak ide, bocs, csak azért, mert hogy én tudom, hogy nagyjából hova tudjuk tenni. Ugye ez most így nyilván így látszik, és akkor
Szerelmi csomó bájtal. Új bájtal is. Szerelmi bájtalból kettő, életelixír. Ezeket nem tudjuk, hogy az előzőnél is voltak-e, vagy sem, vagy teljesen újak. De igen, hajmeresztő, tonik. Okay, jó, rakhatjuk mondjuk... el. Ebbe tedd bele, majd én belepakolom, és akkor utána megnézzük a négyes dobozt, és végeztünk is. Lehet, hogy ki kell hagyjuk a szörnyek-szörnyű könyvét. A utolsó szörnyű dobozok. Szeretnénk végigjátszani. De akkor ezzel még mikor fogunk elkezdeni játszani? Hát amikor ezt végigjátszottuk. Hát igen. Ez van. Jó, ezt nem bírom kimondani. Jó, majd én jövök. Kibontja, én pedig ezt elpakolom magasan. Nem merem. Igazad van. Nézd már, újabb összetevők. Na, nézzük. Újabb szekrény? Igen. És jönnek új összetevők, meg ezek szerint ilyen kis jelölőknek is jelentősége lesz. Fú, de király. Szabály? Oké. Igen. Itt nyilván nem dolgozzuk fel, majd csak akkor elkezdjük. Itt is megint van valami újdonság, nem baj. Játszani. Majd. Azt már rakhatjuk is bele. Akkor hiszem, ezt is a jelölők. Aha. De az miért jön be a két szív egyébként? Hát lehet, hogy majd a találkozásoknál rá kell tenni, tudod annyit, hogy nem elég az alapjátéknak az eddig rendelkezés. Meg is nézzük. Na, azt pakoljuk ki. Most a találkozásokkal kezdtem. Úgy nem baj. Ki, illetve hát eléggé hát, ahogy benne van rakva, tök mindegy. Vannak, igen. Oké. És akkor fölé pedig pakoljuk oda, tudod, hogy így két sorban, mint az előbb. Jó, csak megnézem, hogy jó. Ami azonos, az persze mérte egymásra. Aha. Durva. Igen, tehát itt is sötét varázslat bájtalok vannak. Na nézzük nagyon... a találkozást. Jó, bocs, ezt akartak kezdeni? Ja, mondhatod. Hát csak azért, hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy majd ezeket hogy kell legyőzni, ezekkel az összetevőkkel, hogy szerezzük meg őket. De egyébként... Hát ezeket nem olvassuk fel szerintem, nem, mi. Nem. Ez viszont igen, találkozásoknál. Na nézzük az elsőt, személyi változások. Azt mondja, hogy ha legalább két megszerezhető szövetséges van, az aktív hős dobja el egy kártyáját. Tehát ott a rokkot kell. Távolíts el két helyszínjelölőt a helyszínről, egy körön belül lehetetlen. Szinte. Hetedik horcrux. Az aktív hős élete hárommal csökken. De várjatok, nem, mert mondjuk van egy kártyám, ami helyszíneltávolító, illetve van ugye egy olyan kép, ja nem, az csak, hogyha helyszíntávolítunk el, akkor növekszik az élet, akkor az nem olyan képesség. Hát akkor kell két olyan kártyát kijátszani. Igen, kettőt kell kijátszani. Nincs más lehetőséged. Nincs más. Muszáj így fölfogjam, hogy ez a gyakorlatban ja, nem megvalósul. Semmi gond nincs ezzel. Ez két kártyát kell kijátszani. Az aktív hős hárommal csökken a hetedik horcruxnál, ha emiatt elájul az aktív hős, helyezzetek egy további helyszín előtt. Ez gyilkos. A hősöknek el kell ájulni a háromszor. Használjátok az életjelölőket ennek a követésére. Azért van még ezzel nem lesz nehéz. A hősöknek háromszor, az azt jelenti, hogy mondjuk összesen háromszor? Szerintem igen. Na, ezzel nem lesz nehéz elállítani. Vagy mindenkinek fejenként. Nem. Ez kizárt. Jó. Roxforti csata nyilván a legdurvább, az utolsó. Helyezzetek egy helyszínelőt a helyszínre. Látok, a hősöknek el kell ájulniuk. Majd elolvassuk egyébként, biztos benne van részletes, hogy igen. Ez most jó. Feldobtam a kérdést. Ha meg nem tudjuk, akkor meg majd igen. Na nézzük, Roxforti csata az utcsó. Helyezdek egy helyszínelőt a helyszínre. Fordítsatok meg egy további sötét varázslat eseményt. Hát ez hihetetlen. Hajts végre öt sötét varázslat eseményt egy körön belül. Ez csak a harmadik helyszínre lesz szinte megcsinálni. Mi van? Hajts végre öt sötét varázslat eseményt egy körön belül. Jól olvastad. Hogy? Hogy csinálj be? Ötöt ki kell játszani magaddal szembe. Reméljük, hogy fordítsatok föl még egyet, hát akkor lesz. De a harmadik helyszínén már hármat kapunk. Hármat kell fölfolytani, és akkor kell, hogy még kettőt. Hát igen, és ha nem... De ez még ad egyet. Hűha. Ez nagyon nagy szívás. Ez nagyon beteg megint. Ez nagyon beteg. Jó, ez mibe kell belerakni? Melyikbe? Ez volt az övé. Dobd bele, nagyon durva. Na most már elkezdődött aznak az érzés, hogy igen, lehetetlennek tűnik. Nem baj, nem. Pakolom ki a gonoszokat. Alecto Kero, Amicus Kero, Nagini, és Voldemort. 25-össel, diszkréten. És még 7 token. Aha, jó, ezt meg majd így mellé rakom. Teljesen mindegy. Tehát azért 7 körig még... Nem hiszem el. Komolyan mondom. Na, de itt viszont már nézzétek meg, hogy 6 és 7 a jelölés. Hát óriási segítség. Hát, wow, hát ha úgy lett volna 8-8-18, akkor talán. De ez így jó. Még úgy is necces. Voldemortot nézzük csak meg, hogy ő mit tud. A többit nem olvassuk fel, majd itt megállítjátok a videót, aki már akar lesni, meglesi.
Helyszíneket mondjuk már. Ja, a helyszínek. Az első a nagy terem, az erdei tisztás lesz a második, és a harmadik a kastély udvara állat, Neville a karddal. Jó, Neville. Csak Voldemortot nézzük meg. Tehát azt látjuk, hogy 7 token, az 7 kör minimum, és 25 élet. Nagyon durva. És akkor mit tud? Az aktív hősnek minden helyszínen lévő helyszínjelölő után egyel csökken az élete. Uh-huh. Ha az tehát, aktív hős elájul, helyezzetek egy további helyszínjelölőt a helyszínre. Nem hiszem el. Viszont villámot csak akkor oszthatok ki neki, ha már minden más gonoszt legyőztetek, tehát akkor tokent oszthatunk neki. Tokent? Szerintem, igen. Igen. Azt írja, hogy villámot? Igen. Tokent lehet. Igen. Ez jó. Mi így fogjuk csinálni. Biztos. Mindegy, mit írtok. Olyan valami legyen. A hősök nyertek. Jó, köszönjük. Ezt beledobod, Lácska. Úgy fogjuk csinálni, és akkor megnézzük az utolsót. Igen. Pont véletlenül ők szövetségeseket. Mert mindegy, mert úgy se tudjuk szenni. Igen. Na nézzük meg, lesznek új szövetségeseink. 2 darab macskabagoly. Aberforth, Dumbledore. Az aljára tesszük. Bill Weasley. Azt mondja, macska hogy bagoly. Varázslat. Na, mondom, nekem bagyok nagyon kis cukikák. Ezek így próbálom csoportosítani, igen, és bejön egy pár extra. Ez biztos, hogy van nagyon durva bájital lesz, hogyha csak 3-ban is a végén jön be. Úgyhogy ezek jönnek. Hát ez futkár lobonc oldat. Ugyanaz, ja, bocs, ugyanaz, nem is láttam, csak kipakoltam. Futkár lobonc oldat. Uh-huh. Jó. Jó. 3 új szövetséges, 3 varázslat, és egy bájitalból 3 darab. Ez az utcsó. Oké. Jónak bele. Tűnik. Jónak tűnik? Igen. Durvának tűnik, durván. Nem? Nagyon durva. Durván. Szerintem nagyon durva. Hogy fogjuk mi ezt megcsinálni? Lehet durva. Na, lehet, hogy ezért volt baj, hogy végignéztük az összes bájikat. Dobost, mert az elején nekem az abszolút... Sokat kapunk. Igen, olyan... Vagy bűbáj dobozt, vagy mi ez? Az. Bűbáj doboz. Bűbáj doboz. Az elővéletem bájital dobozt mondtam, de bűbáj doboz. Nem baj. Szerintem úgy is értettem mindenki. Hát ezt nem lehet visszarakni, majd a végén. Jó, nem is húzom be az időt. Rendben, oké, akkor ennyi. Igen. Hát Oliver, gyere, csúsz meg kicsit közelebb hozzá, nagyon messze vagy. Rendítsek. Köszi. Oké, szóval akkor ez volt a... Ezt lerakom addig ide. Ezt fölrakom ide. Rendítsek. Így. Nem, most úgyis csak szemből vagyunk. Jó. Akkor ez volt a Harry Potter Roxforti csata legújabb kiegészítőjének az unboxingja. Bűbájok és bájitalok kiegészítő. Nagyon érdekes. Gondolkodtok azon, hogy most nagyon eladjuk érdekes. Így az egész pakkó gyorsan itt. És ugyanígy szörnyek könyve kiegészítő eladó. Áron alul. Nem, azt is végig fogjuk játszani. Meg fog jelenni, hogy soha nem adjuk el. De egyébként nekem ott azzal kapcsolatban, én komolyan mondom, hogyha az lesz, hogy játszunk felvételre, kirakjuk ide a gonoszokat, és olyan a felállás, azt mondom, hogy jó, buktunk, megy a számláló egyet, és újra keverjük, és újra kiosztjuk. Mit szóltok hozzá? Komolyan. Csalás. Nem csalás. Írták kommentbe, hogy valaki ezt csinálja. Lehoztja a gonoszokat, és akkor azt mondja, hogy hát jó, akkor úgy veszem, hogy ezt most kikaptunk, kezdjünk egy újat. Nem, végig kell játszanunk. Igen, bármikor képes vagyunk. Mert csomószor hittük azt már az alapjátéknál is, főleg te, mert te mindig ágálsz. Igen, te. Károgóban. Igen. Még itt úgy mondjam. Semmi nem. Igen, mondjad, Lácska. Hogy? Egy csomószor hittük azt már az alapjátéknál is, hogy hát ezt elbukjuk, ezt lehetetlen megcsinálni, és végül sikerült. Jó, de az alapjátéknál nem voltam akkora károgó, mint a szörnyeknél. Ott jobban. Nem volt akkora. Nem voltál akkora. Jó, de én mindig károgok. Hát én nagyon ilyen realista látom, nem vagyok én optimista. De az nagyon durva. Hát, úgy gond, nem hát tudom, hogy mi lesz a játékmenet, de itt is elmondom akkor, hogy én ott a szörnyek könyvében úgy érzem, hogy a játék készítői nem gondolták végig szerintem logikusan a különböző sötét varázslatok és gonoszok kombinációit, hogy azok mindent elsöprő csapást tudnak mérni ránk, ha úgy jön ki. És szerintem ez itt nincs végig gondolva. És nagyon sok esetben úgy jön. Nagyon sok esetben. De pusztító ereje. Játszottunk, eddig mindig pusztító ereje van a társasjátéknak, pontosabban a gonoszoknak rám nézve. Pusztító ereje. Na, jó. Remélem, hogy ez nem lesz. Bízunk benne. Igen. Oké, rendítsek. Hát akkor nagyon várjuk. Nagyon várjuk, és akkor ennek a végigjátszása is lesz, ahogy a szörnyek könyvvel végeztünk, kezdjük ezt, addig kibírjátok. Nem csak kibírjátok. Vagy mi kibírjuk. Vagy mi kibírjuk, nem tudom. Oké, rendítsek, akkor ennyi. Valakiben valami még maradt esetleg? Nem. Nem? Jó, akkor elköszönünk. 3, 2, 1. Sziasztok!